Jól szerepeltek az elmúlt időszakban a Nyíksa kosárlabda együttesei, az MB2-es gárda az első négy között végzett, az utánpótlásban pedig több mint 200 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Vasárnap egy rendezvényt szervez a klub józsavárosi streetball piknik néven. Várják azokat, akik szeretnék kosárlabdával tölteni a napot. A Bánki iskola udvarán épített pályán négy palánkra játszanak majd az együttesek, nevezési díj nincs, sőt az első 200 résztvevő pólót kap ajándékba. Aki szereti nézni is a kosárlabdát, beszállhat, és 3-3 elleni játékban a barátokkal elindulhat. Nevezési díj nincs, ez egy nagyon fontos dolog, mindössze regisztrálni kell reggel 9-től vasárnap, és eljönni, ajándékpólót is biztosítunk a résztvevőknek, úgyhogy részt venni egy olyan programon, ahol mindemellett kulturális programok, zenei fellépések, akkor egy DJ, aki egész nap a mérkőzések alatt kever, valamint aerobik, zumba, szóval egyéb kiegészítő mozgás is lehetséges, illetve ezeket is láthatják majd az ott elhelyezett kis színpadon. A Sunshine Nyíksa felnőtt gárdája augusztus 12-én kezdte a felkészülést. A keret több helyen változott, vannak olyan nyíregyházi nevelésű játékosok, akik visszatértek a megyeszékhelyre, és a Nyíksét erősítik a következő idényben. A szakmai vezetés bízik abban, hogy az élmezőnyben zár a gárda. Elég régen benne vagyok a kosárlabdában, és az én álmom mindig az volt, hogy a megyében olyan kosárlabda legyen, ahol akár egy, de inkább több csapat is olyan szinten szerepeljen, aki az országos bajnokságban, akár NB1A, akár NB1B, de ha csak NB2-t, mert ez is komoly bajnokság, ott van az élmezőnyben. Talán azt mondhatom, közös célunk az, hogy, és látatlanban mondhatom, hogy a Blue Sharks is lépjen egy szintet feljebb, mi is lépjünk egy szintet feljebb, és ha az utánpótlást nézzük, akkor mind a két csapatnál kötelező az U20-as csapat szereplése, akkor már két csapatot és dupla annyi gyereket tudnánk versenyezhetni. Sokat fejlődött egy év alatt a klub utánpótlása. A három bázisiskolából 200 gyerek érkezett, akik elkezdték a kosárlabdát. Jelenleg 18 korosztályos csapata van a klubnak. Hogy én egyre öregebb edző vagyok, egyre jobban arra próbálok a gyerekeket rávenni, hogy minél jobban sportoljanak, minél többen sportoljanak. Természetesen már most is látom, hogy kik az, akik kiemelkedően ügyesek, atletikusak és komolyan veszik a kosárlabdát, de a kevésbé ügyes gyerekeket is szeretnénk foglalkoztatni. Tehát azért indítunk ennyi csapatot a bajnokságokba, hogy aki most ismerkedik, az is tudjon meccset játszani, aki komolyan gondolja, az egy versenycsapatba tudjon szerepelni. Tehát én mind a kettőt nagyon fontosnak tartom. A fiatalok között lányok is vannak, a toborzás pedig tovább folytatódik. A felnőtt csapat HEP kupa mérkőzéssel kezdi az idényt, az ellenfél pedig az Eger lesz.